Budapestről érkezett gépmadarakat sokan csodálták meg, de ezen kívül még számos érdekes dologgal találkozhattak az érdeklődők. Kipróbálhatták a rendőrség biztonsági övszimulátorát, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési bemutatót és motoros felvonulást is láthattak a jelenlévők. Tűzoltóautókat, meg a rendőr helikopter is az előbb szállt le, meg a katonai még az előtte pár perccel. A Magyar Hagyományőrző Rendőrszázad és a katonai hagyományőrzők munkatársai pedig régi rendőrautókkal, illetve rendőrségi egyenruhákkal, fegyverekkel készültek az odalátogatóknak. Nagyon jó, tetszik. Sok minden van, sok a látnivaló, főleg a kisebb gyerekeknek való. Ők igazán élvezik. Ismeretterjesztő is, ahogy ellátom, mert sok kisgyerek élvezi, hogy beöltözhet. Nagyon jó, örülök neki, hogy van ilyen. A bátrabbak még az íjászkodással is megpróbálkozhattak az Aliszka-Nyilai Íjász Egyesület jóvoltából. A rendőrség főszervezésében megvalósult családi napon rengeteg programmal várták a résztvevőket. Mai napon számos programmal, mind kulturális, mind pedig szakmai programmal várjuk az ide látogatókat, így a hátam mögött lévő területen láthatóak a rendőr kollégáim, akik különböző programokkal várják az ide látogató vendégeket. A katasztrófavédelem munkatársai tűzsátorral és egyéb érdekes programokkal is készültek erre a napra. A katonaság pedig toborzást tartott. A Magyar Honvédségnek célja az, hogy a digitális új technikán már olyan embereket foglalkoztasson, akik ismerik és benne vannak a mai kor számítógépes és digitális világába. Ezért nagyon nagy feladat az, hogy sok embert hívjunk be, hiszen meg kell szűrnünk nem csak orvosilag, hanem képességek szempontjából is. Ezek a rendezvények, mint a mai, ez egy kiváló alkalom arra, hogy sok ember megismerhesse azt, hogy milyen technikával rendelkezik a Magyar Honvédség. A délutáni órákban a kicsiket habpartival örvendeztették meg, és még rendőrségi kutyás bemutatóval is szórakoztatták a családokat.